Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, március 8-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Rezsnyák Róbert operaénekessel, majd színház és balett szerepel a kínálatunkban, végül pedig beszámolunk egy megdöbbentő perről. Tartsanak velünk! Rezsnyák Róbert a jelen egyik legje az opera színpadokon, az opera irodalom legfontosabb bariton szerepei is megtalálták. A pályájáról beszélgettünk. Kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, szeretnénk bemutatni egy olyan művészt, aki Székesfehérvárról indulva nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy a klasszikus zenét megszeressük mi is. Rezsnyák Róbert operaénekes, a Magyar Állami Operaház tagja. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Mégpedig azért, mert hogy egy kicsit kell, hogy beszéljünk az indítatásról, kell, hogy beszéljünk az első évekről, hiszen a Herman László zeneiskolába jártál, ami bizonyos értelemben meghatározza a valakinek a jövőképét. Beszéljünk erről, a zeneiskoláról, mert ez egy azért fontos adalék a pályafutásodhoz. Így van. Hát volt szerencsém oda járni az érettségi után még szaktantárgyasként 4 évet, és Horányi Otília keze alatt alakult az én zeneelméleti és szolfés tudásom, és Marosvári Péter volt az első énektanárom, aki elindított. De igazából Kneifel Imre is ott volt az én zenei indulásom elején, mert az ő vegyes korában, az Ikarusz Alba Régia énekkarban kezdtem el hobbistaként részt venni évekig az ő munkájukban, és nagyon élveztem ezt. Kifedezte fel a tehetséget, hiszen egyenes utat vezetett a Zeneművészeti Egyetemre. Igazából én a gimnázium alatt elkezdtem gitározni, és ahhoz pedig elkezdtem énekelni, és akkor úgy kiderült, hogy itt ezt én nagyon élvezem, és még mások is élvezik hallgatni. És amikor hát egészen az érettségig elgitározgattam, és hát eljutottunk, és akkor Zemlényi Katica volt, aki így mondta, hogy esetleg a Marosvári Péterhez menjek el előénekelni egyet, hogy ő mégis egy komoly énektanár. Ő pedig mondta, hogy most nyílik a Herman László Zeneművészeti Szakközépiskola 94-ben, akkor kezdődött, és hogy ott van hely, és hogy próbáljuk meg, hogy ilyen keretek között induljuk. Megpróbáltad, sikerült, hiszen a Zeneművészeti Egyetem következett, ami azt hiszem, hogy egy jó indítatás mindahhoz, amit azóta elértél. Kik voltak azok a mestereid, akikre szívesen emlékszel? Köncs Boldizsár mindenképpen, ő volt az alfa és az omega, aki nagyon meghatározta azt, hogy én hova és hogyan kerültem. Bár még előtte Somlai Anita is nagyon-nagyon-nagyon nagy lökést adott nekem a felvételihez. És Köncs Boldizsár tanította Marosvári Pétert is, tehát igazából a zenei nagyapámhoz jártam így a Zeneakadémián, de hát mondhatnám ott az összes többi mester, tehát a Andor Évától, Solyom Nagy Sándoron keresztül, Pászti Júliáig, Nádor Magdán keresztül, Halmai Katalinig. Igazából, hogyha ott az ember nyitott szemmel és füllel járt, akkor mindig volt kitől tanulni. Veretes névsorannyi szent, és egyenes utad vezetett az Állami Operaházba 2004-ben. Én azt gondolom, hogy az a csúcs. Ez volt az álmod? Mindenképpen ez volt az álmom, hogy én ott, ha lehet, akkor ott énekelhessek. És ez a mai napig, hála Istennek, tart. Sőt, most úgy tűnik, hogy még van egy több évados szerződésünk is, tehát... A bariton szerepek zömét eljátszhattad, elénekelhetted. Ez egy megerősítés nyilván abban az értelemben is, hogy ez egy jó út, amit választottál. Igen.
Viszont amiért beszélünk most tulajdonképpen, hiszen 2006-ban költöztetek Agárdra, egy előző beszélgetésemben én azt hittem, hogy ez mostanában volt, de hát ugye ez 2006-ban történt, és nagy érdeklődéssel hallottam, hogy egy olyan előadás sorozattal készültök, amit majd itt Székesfehérváron is láthatunk. Igen, igen, Cerkovics Bélának a dalaira gondolok itt, hogy ez lesz a műsornak a gerince mindenképpen, és az ő munkásságát szeretném, és az ő életének a milliójét szeretném egy kicsit közelebb hozni a mai közönséghez. No, hogy épül fel ez a történet? Hiszen Cerkovics Béla nagyon fontos szerepet játszott a 20. század elején. Igen, igen. Azt gondolom, hogy ő olyan slágereket írt, amit még az én szüleim korosztálya mindenképpen ismert és hallgatott. Tehát a lehoznám neked a Csillagokat című slágert, ha említem. Tehát az akár még manapság is elhangzik a rádióban. És maga a műsor az úgy állna össze, mint egy önálló est. Tehát van egy zongoristám, Fornai Miklós, és ő egyenrangú partnere ennek az estnek, és most egyelőre így ketten dolgozunk azon, hogy milyen dalok legyenek, milyen sorrendben, milyen összeállításban, milyen párosításban, de mindenképpen fogok beszélni erről a korról, erről a világról. Én szeretném azt, hogy némi vetítés is kapcsolódjon hozzá, hogy a hangulat, mindenképpen a hangulatot szeretném úgy megteremteni a közönségnek, hogy abban az egy órában, 90 percben tényleg úgy azt érezzék, hogy eljutnak egy olyan világba, ami már sajnos elmúlt, de egy olyan világ volt, amit érdemes megismerni. Tehát ez egy vonzó történet mindenképpen. Igen, igen. És hangilag is kihívás. Nyilvánvaló. Ugyanakkor az Operaházban is fontos szerepek várnak rád. Igen. Mit láthatunk, mit hallhatunk a jövőben, hiszen most a koronavírus járvány okán elég nehéz időszakot éltetek meg ti is. Hát így van, így van. Ez egy elég nehéz időszak, amiben most ebben a fél évben fogok játszani, az Menottinak például a Telefon című darabja, amiben ez egy kétszereplős darab, és egy jegyes párról szól. Nagyon aktuális, 50 évvel ezelőtt íródott, de arról szól, hogy a hölgy egyfolytában telefonál, és ezért a férfi nem tudja megkérni a kezét egy elutazása előtt. És a sok bonyodalom után az lesz a megoldás, hogy hát a pályaudvarról hívja fel a vőlegény telefonon, és úgy kéri meg a kezét. Ez egy ízig-véri kortárs darab, teljes mértékben, ha nem. 50 éve is, mégis. Nos, itt az asztalon egy pisztoly lenne, el kéne sülnie, viszont egy gramofon van az asztalon, beszéljünk róla. Így van, ez a gramofon, ez az én szerelem projektemnek a jelképe, ez a Gramofon Big Band nevű produkció, ami készül szintén a Cerkovics dalok kapcsán. Hámori Janó barátommal, aki ugye a helyi jazz trombitás, de országos szinten is jegyzett művész. Az ő big bandjéből alakulva van ez az együttes, és hát remélhetőleg, hogyha az anyagi források is megengedik, akkor és majd esetleg pályázatok útján is sikerül némi támogatást szereznünk, akkor egy nagyon igényes album fog létrejönni. Érdeklődéssel várjuk valamennyi programot. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én azt hiszem, hogy ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen Hámori Janótól és veled együtt azt hiszem, hogy az mindig csoda pillanat, ha őt hallhatjuk, és téged hallhatunk. Köszönöm, várjuk már ezt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint.
Gáli József Válás Veronában című drámájával debütált a Vasvári Diákszínpad az Igézőben. A darab a 20. századi Veronában idézi meg az életre kelt Rómeó és Júlia történetét. A Vasvári Diákszínpad Csizmadia Máté Noel, Kutasi Bálint és Bence Zoltán rendezésében mutatta be Gáli József tragikomédiáját az Igézőben. A tragikus sorsú drámaíró 1971-ben írta meg Válás Veronában című darabját, amelyet mind a kecskeméti, mind a budapesti bemutató előtt letiltottak. Kimondhatatlanul boldog vagyok. A ti hétvesi ágyatok a hajó, amelyen a mi városunk egy szebb és boldogabb jövő kikötőjébe vezet. A darabot Nagy Judit mutatta nekem, nekünk, Kutasi Bálint, aki a rendezőtársam, és Bence Zoltán még a rendezőtársam, de ő csak később csatlakozott. Amikor először felolvasta nekünk a darabot, a darabnak az alap gondolatai meghatározóak voltak a számunkra, és a teljes cselekmény elképesztő hatással volt ránk, és azt, hogy az eszményrendszereket, az eszmét, mennyire le tudja dönteni az üzlet, és mennyire az érdekek a fontosak, ezt szeretnénk megmutatni. És elképesztően aktuális, és elképesztően érdekes, hogy ezek a fiatal gyerekek mennyire jól mozognak egy ilyen közegben. Ez a régi elgondolkodtató. A Gáli József meg a Szabad Színház előző vezetőjének, Boldizsár Péternek egy jó ismerőse volt, úgyhogy Nagy Juditnak szintén közel áll a szívéhez ez a darab, és hozzánk is hozzánk nőtt. Lángolna a szeretem, Júlia! Senki nem hisz neked! Rátámadnak! Botrányos, modortalan, fráter, végipi! Kikerjük magunknak ezt az értelmet lehetteninget! Miért kell botrányt csinálni? Na, miért? Lángolna szeretem, Júliát! A történet a 20. századi Veronában játszódik, ahol 10 évvel a darabbeli cselekményt megelőzően egy archeológus megtalálja a legendás szerelmes pár kriptáját és kiássa a halottakat. Rómeó és Júlia életre kelnek, és immár 10 éve élnek házasságban. A város vezetése az eszményi szerelem halhatatlanságát saját politikai hatalmának legitimizálására használja. Légy üdvözöl, mert ott ragyogsz a vasárnapi gyúglevesben! Kit ráfettettek a patyolat lepedőkre? A hadszivacsos ágybetétekre, mert... Ki vízveti ágyát? Úgy alussza álmát! Éljen a kiérdemelt megbecsülés! A mostani darabhoz, hogy értsük, ugye az eredetit is nyilván tudni kell, de szerintem ez senkinek sem probléma, mert nagyon sokan ismerik, és nagyon sokan átdolgozták ezt a darabot. Szerintem amúgy nagyon a szépsége a darabnak, hogy nyilván ma játszódik, mai problémák szerepelnek benne, és hát számomra eredeti, hogy a régi Júliából tettek át elemeket, viszont mai formában vegyítve. Nincsen az a bíróság, ami kimondaná ezt a vállást. Városunkban mindenkinek jogában áll a törvények előírta módon házasságot kötni és elválni. Jogotokban áll elválni. A bíróság el is választ bennünket. Ámde. A darab napjaink egyik legizgalmasabb mondani valóját tárja elénk. A néző és a szereplő egyaránt viszont látja a bizonyosságot abban, hogy a társadalom méthelyezett valósága korról korra töredékesen, de megmutatja, nem mindig elég az emberi tisztaság és az akarata jóra. Sajnos nagyon sok minden ellened szól, de én megadom neked a lehetőséget, hogy tisztázd magad. Megvan a lehetőséged a védekezésre, és tudnod kell, hogy a látszat sokszor csal. Én nem akarlak vigasztalni téged, fiam, de a dolgok visszatérhetnek a rendes kerékvágásukba, ha mindenki úgy akarja. A szerepben azt éreztem nagyon érdekesnek, vagy hát így a magam szempontjából, hogy teg azt, amit a Shakespeare műben olvashattunk, azt így teljesen a magam képére formálhattam. Tehát ezen a ponton Rómeó egy ilyen életet unt, kiégett, kissé, tényleg bizonytalan ember, akinek tényleg minden, ami körülötte van, megváltozott, szoknia kell, és így a megismert karakternek, aki tényleg a hűszerelmes típusnak így egy teljesen
egy olyan világban kell helytelnie, amiből elege van, amit nem ismer, amit gyűlöl, ahol tényleg nem ismer semmire, amit ő megszokott, és ami neki természetes volt. Szóval nagyon nagy kívás, vagy hát őszintén élveztem azt a részét, hogy így a magam képére formálattam ezt az eredeti karaktert. Egy megbízatást szeretnék teljesíteni. Júlia bízott meg vele. Közölnöm kell. Lángolva szeretem Júliát. Nincsen tárgyi bizonyíték, hogy a nő akarta volna. Égő puncs vagy lángoló búli. Gáli József a dráma születésekor írta, a konfliktust akárcsak a 16. századi eredeti műben Rómeó és Júlia engedetlensége okozza. A modern szituációban azonban lázadásuk indítéka nem a szülői akarattal való szembekerülés, a mindent elsöprő igaz szerelem, hanem a hatalom befolyásával és ellenőrzésével való szembefordulás, ami üzenet a mának is. Megkezdődött a balett évad. A Vörösmarty Színházban a Székesfehérvári Balett Színház Alexander Ekman Szeszély és Egerházi Attila Prométheus című darabját adta elő. Új bemutatóval kezdte az évet a Székesfehérvári Balett Színház. Vasárnap este 7 órai kezdettel két felvonásból álló táncszínházi est várta a közönséget, melynek első felvonása Alexander Ekman Szeszély című műve, második fele pedig az est címadó darabja a Prométheus volt. Alexander Ekman 2006 nyarán alkotta meg a Szeszély című humorral telített darabot emberekről, akik szakadatlanul küzdenek a beilleszkedéssel és folyton racionálisan igyekeznek viselkedni. A mű egésze való életből vett, változatos szituációkat mutat be. Ez egy nagy mérföldkő a társulatnak az életében, és egyben mérce. Ugyanis az ilyen szintű koreográfus, mint Alexander Ekman, hát a világon mindenhol versengenek azért, hogy bemutassanak műveket. Magyarországon eddig a Magyar Nemzeti Balettnek sikerült, hiszen rajtunk kívül ők tartanak Ekman művet a repertoáron. Ez egy nagyon fontos mérföldkő és mérce, ahogy mondtam, hiszen Ekman csak olyan társulatoknak ad darabot, akik azt az tőle elvárt színvonalon, művész és szakmai színvonalon képesek eltáncolni. Az est második felében Egerházi Attila koreográfiájával Prométheus történetét meséli el, ami, ahogy ő megfogalmazta, két okból is fontos, egyrészt egy olyan mitológiai témát dolgoz fel, ami örökérvényű, a fiatal generációnak azért fontos, mert még nem ismeri, a középgeneráció még ismeri, és az idősebb generáció már lehet, hogy felejti. Ezért lehet, hogy jó, ha újra felidézik. Beethovennek tudomásom szerint ez volt az első balettzenéje, amit komponált, ez egy balett suite, egy nagyon tömény, tömör zene, nagyszerű zene. Én számomra, az én fülem hallatára ez tele humorral, ami olyan humor, ami drámából merít, és ez nagyon közel áll hozzám. Ennek megfelelően a dramaturgia szerkesztése is a balettnak humorral átszőtt. Egyfajta Prométheus persziflás, ha lehet azt mondani. És nagyon fontos, mert szeretnénk továbbra is cselekményes darabokat tartani a repertoáron, nem csak táncverseket, mint az imént említettek mondarab is. A közönség a cselekményen keresztül ismeri meg igazán a táncszínház miben létét, és párhuzamot tud vonni a cselekményes balettek és a nem cselekményes balettek között. Ez egy nagyon fontos darab számunkra, nem csak a mitológiai, vagy a jól ismert mitológiai történet kapcsán, hanem a tűz az egy nagyon fontos szimbólum. Hát az emberiség vágyát erőteljesen fejezi ki, hiszen a tűznek a megszerzése, az a hatalomnak is a megszerzése, már mint a természet fölött vélt hatalomnak, mert ez csak vélt hatalom, illetve a tűz az olyan szimbólum is egyben, hogy ha jól használjuk, akkor meleget ad az otthonokban, vagy lehet rajta sütni, főzni, de ha nem jól használjuk, akkor egy várost is képes
felégetni. Tehát ez a felelősséget is jelenti az emberiségnek, hogy azzal a megszerzett tudással és hatalommal azzal, hogy bánunk. Ez nagyon jó darab, mert tudunk egy picit megbolondulni, és az mindig jó, hogy törünk egy kicsit a komoly munka, mi mégis nagyon komolyan próbálunk ez a darabot. És szerintem ebbe az est nagyon illik a Prometheus Desire. A Balettszínháznak számos nagyszabású bemutatója lesz még az idei évben, ezek közé tartozik áprilisban a Bartók Fesztivál, a Művészetek Palotájában, valamint az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára készülő összművészeti produkció, amelyben a város összes kulturális intézménye szerepet kap. Ezen kívül lesznek előadások a Nemzeti Táncszínházban és természetesen a Székesfehérvári Királyi Napokon is. Február 10-én folytatódott Falat Zsuzsanna, a szlovák történész múzeológus pere, amelyet a Pozsonyi Városi Múzeum ellen indított. Zsuzsanna 2020. augusztusa óta a Trianon Múzeum munkatársa. Február 10-én folytatódott a Pozsonyi Bíróságon Falatová Zsuzsanna, magyar néven Falat Zsuzsanna, szlovák történész pere, amelyet jogtalan elbocsátása miatt indított a Pozsonyi Városi Múzeum ellen. A múzeológus munkaszerződését 2019. októberében átszervezésre hivatkozva bontották fel, pedig köztudott volt, hogy a múzeum aligazgatója már 2018-ban felmondásra szólította fel, miután a Magyar Hírlapnak adott interjúban a szlovák hivatalos történelmi kurzustól eltérő, a magyarokra nézve kedvező álláspontot fogalmazott meg a szlovák-magyar történelmi kapcsolatokról. Akkor 2018-ban decemberében adtam egy interjú a Magyar Hírlapnak, ahol a szlovák és a magyar történelemről fejtettem ki az álláspontomat. Csak elmondtam az igazságot, azt, hogy a felvidéken szlovákok hamisítják a történelmet. Beszéltem például a benesi dekretumokról is, a magyarok kitelepítéséről is, és stb. Ráadásul egy szlovák soviniszta újságíró írt az interjúmról, amelyben minden szavamat kiforgatott, és egy magyar sovinisztát gyártott belőlem. Azután ebből felvidéken kirobbant egy nagy botrány, amelynek súlyos következményei voltak rám nézve. Például az interneten gyalázkodó és dehonestáló kommenteket kaptam, kollégáim elfordultak tőlem a múzeumban, szlovák történészek támadtak, és sőt, a többször kaptam a halálos fenyegetést is. Az igazgató 2019-ben januárjában ki akart rúgni, de a média visszhang miatt nem merte megvárta, amíg kicsi megnyugszik a helyzet, és 2019-ben októberében kirúgott. A munkaügyi perben azt kívánják bizonyítani, hogy Falat Zsuzsannát nem átszervezés miatt vagy azért bocsátották el, mert rosszul végezte a munkáját, hanem azért, mert kiállt a saját szakértői véleménye mellett. 2020 elején Nagy Dávid jogi képviselőmmel két keresetet adtunk be a bíróságra, egyiket az érvénytelen elbocsátása miatt, ez munkaügyi per, és a másikat a múzeumban megtörtént diszkrimináció miatt. Tárgyalásnak 2021. március 18-án kellett volna megtörténnie, de a koronavírus helyzet miatt elnapolták október 14-ére, csak egy órán át tartott, és most a február 10-én volt a következő tárgyalás. Minden fél minduntalan azt igyekszik bizonyítani, hogy a múzeumban szervezeti adalakítást ajtottak végre, és azért dobtak ki, de miközben a múzeumban semmilyen szervezeti adalakítás nem történt, és én csak nekem kellett mennem.
A történész muzeológus új munkahelye 2020. augusztusa óta a Magyarországi Trianon Múzeum. Inspiráló közegbe kerültem, kiváló emberekkel dolgozhattak együtt, nagyon élvezem a munkát. Az újkori felvidéki történelemre specializálódom, főleg a 20. századra. Pillanatnyilag a szlovák sovinizmus genezisével foglalkozom, ezt kutatom, és erről írok egy könyvet. És nem felvidékről dolgozok, akkor felvidéken vagyok mindig. Fala Zsuzsanna elmondta, nem bánja, hogy kiállt a szakmai véleménye mellett. Mind ember is, mind kutató, muzeológus, nem bánok semmit abból, amit eddig tettem vagy mondtam, és ismét az igazság oldalra állnék. Amikor 2018-ban, decemberében adtam interjút a Magyar Hírlapnak, akkor nem számítottam ezzel, hogy ilyen botrány lesz belőle, hogy például gyalászkodó, dehonestáló kommenteket kaptam az interneten, elfordultak tőlem a kollégai múzeumban, szlovák történészek támadtak, sőt, többször is a halálos fenyegetéseket is kaptam. Én nem mondtam semmit rosszat, csak igazat mondtam, és ez számomra nagyon fontos igazat mondani, és remélem, hogy az igazság győzni fog. Most, ami a bírósági tárgyalás illeti, most először éreztem azt, hogy talán van esély megnyerni a pert. Számomra ez nagyon fontos, hogy a szlovák néped is ismeri a saját igazi történelmet, és ne a mítoszokat. A február 10-i tárgyalás után májusban folytatódik a per. Ha a munkaügyi pernek vége lesz, diszkrimináció elleni pert is indít majd Falat Zsuzsanna. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!